A vezető asszony, tisztelt kollégák, nyugdíjas és aktív kollégák, kedves szülők és diákok. Néha hunyorogni fogok, mert hihetetlenül erős a fény, de ezt talán a zavaromra is lehet fogni. Két órás beszéddel készültem, de ebből most megpróbálok egy kicsikét rövidebben húzni a nadrág szíjat az időben, mert hogy azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor elsősorban a diákoké lesz a főszerep, megmutatva iskolánk sokszínűségét. Azért néhány gondolatot én is szeretnék elmondani. 1886. szeptember 23-án az akkori polgármester Varasdi Károly úr jelenlétében nyitotta meg az akkori kaszárnya épületben az iskola kapuit, amelyen az akkori nevelőtestület három fős nevelőtestület, ebből egy fő az igazgatóból volt jelen. Hát ez a létszám ugye ma 50, de volt azért ennél sokkal, de sokkal több is. Az iskolánk egyébként hagyományosan a túlzsúfoltság volt a jellemző, ezt nagyon jól kifejezte például a nyitás is, hiszen egy osztálynak volt hely, mégis 126-an jelentkeztek, ezt is meg tudták oldani. De jártak itt az régiben 1000 fölötti létszámban is gyerekek. Szép idők voltak azok, szép idő volt a múlt, de a jelen sem rossz. Sok-sok gondolat forog most a fejembe, ezek közül néhány közül muszáj szelektálnom, hogy ne legyek mégis két órás. Az iskola létét nagyon sok furcsa történet, hogy így fogalmazza, keretezte, hiszen már a megalapításnál is voltak viták. Szombathely reáliskolát szeretett volna, viszont az itt élő iparosok és kereskedők mindenképpen egy gyakorlati központú iskolát szerettek volna. Így született meg a polgáriskola. Aztán lettünk felső kereskedelmi. Aztán mielőtt ezt megszoktuk volna, lett középkereskedelmi az iskola. Aztán folytathatnám tovább és tovább a sort. A történelem viharai bizony nyomot hagytak az iskola történetén is, viszont talán egyedülálló módon mi ezt fantasztikusan tudjuk dokumentálni. Minden iratunk megvan, amelyben én hát megmondom tényleg a szószoros értelmében bele szerettem. Időm nagy részét ezzel töltöttem, hogy megismertem iskolánk múltját. Jó lenne, hogyha ezt a sok-sok információt mind önökkel is meg tudnám osztani, de visszatérek ismét a szűk mesdjéhez, a legfontosabb gondolatokhoz. Az első megérkező üregdiákok felhívásunk nyomán nagy meglepetést okoztak. Megérkeztek és nagyon sok történetet meséltek. Talán a legmeghatóbb pillanat az volt, amikor egy 92 éves bácsi érkezett és hozta el 1926-os osztályképét, megmutatta remegő kézzel, az akkori önmagát egy büszke, de nagyon komoly arcú kisfiú nézett. Abból az osztályból ő ma az utolsó élő. Lehet, hogy ő a legöregebb Zrínyi is, bár elképzelhető, hogy vannak százon felüli Zrínyisek is. Minden esetre ez a pillanat megerősített engem abban, hogy mennyire fontos az iskola, mennyire fontos a múlt. Változó világunk, furcsa történelmünkben az értékek hol ide, hol oda csapnak, de valahogy a múlt, a hagyományok, az iskolától közvetített értékek mindig olyan muníciót adnak, amiből az ember töltekezhet egész élete során. Ahogy Marx György mondja, a nevelés megmarad, még akkor is, hogyha minden mást, amit a tankönyvekből tanultunk már, elfelejtettünk. Ezért is nagyon fontos az iskola. Fontos az iskola egy város történetében azért is, hiszen a város hat az iskolára, az iskola szellemiségére, az iskola szellemisége, milliója, légköre, pedig természetesen visszahat magára a városra. Így épült, fejlődött, élte történetét egymással párhuzamosan polgáriskolája, illetve az ő városa. Az 1886-os szombathelyi államilag segélyezett polgári fiúiskolától természetesen hosszú út vezetett el a mai modern Zrínyi Ilona általános iskoláig. De talán azt hiszem, hogy a lényeg elsősorban az, hogy hogyan tanítottak régen, és hogyan tanítunk ma. A polgáriskola mindig az újra a modernre fogékony iskolatípus volt. Elsősorban az életre neveltek, a munkára neveltek, az erkölcsre, a hazafiságra, mint hogyha a mostani köznevelési törvényünknek hallanám a megfelelő sorait. Azt hiszem, hogy a Zrínyi iskola, a mai Zrínyi iskola folytatja a régi polgáriskola hagyományait, hiszen az itt folyó magas színvonalú nevelő és oktató munka eredménye az, hogy az innen kikerülő diákok bizony megállják a helyüket, az öreg iskola padjaiból kikerülő diákjaink büszkék lehetnek Zrínyi is múltjukra. Még néhány gondolat, és aztán átadom a gyerekeknek a színpadot. 125 év tapasztalata
tudása, egy olyan érték, ami ránk hagyományozódott. Lehet, hogy emberben öreg a 125, azonban egy intézményben a 125 íztad tapasztalatot, tudást, ahogy említettem. Ezzel a tapasztalattal és tudással élni kell, és azt hiszem, hogy ez jelenkori nevelőtestületünk felelőssége. De biztosan állíthatom, hogy a mai Zrínyis nevelőtestület tud élni ezzel a lehetőséggel, és ez a garanciája annak, hogy a következő 125 évben remélem ugyanolyan színvonalas nevelő és oktató munka fog itt nálunk folyni, mint Hajdan. Boldog születésnapot kívánok iskolának, örüljünk együtt a 125 évnek. Köszönöm szépen figyelmet! Hölgyeim és uraim, kedves közösségünk! Következzen gála műsorunk, melynek szereplői iskolánk tanulói, pedagógusai, hajdani diákjai. Az elkövetkezendő több mint egy órában hallhatnak, láthatnak zenét, színdarabot, verseket, sportot, táncot. Kísérletet teszünk arra, hogy megmutassuk, mennyire sokszínű ez az iskola. Ős bemutató következik. Paulik Ákos a Művészeti Szakiskola tanárának ünnepi fanfár című szerzeményét, Cser Ágnes iskolánk énekzene tanára, Tomena Ákos és Pálkövi Dániel hajdani zrínyis diákok adják elő. Ákos Győrben egyetemista, de mellette trombitán aktívan muzsikál. Dani a Grácsi Zeneakadémia növendéke. Bizonyosan hallani fogunk még az ifjú kürt művészről. Következik tehát a Facebookos tréning.